Rektor helyettes úr beszédét követően felkérem Bojár Gábor urat, a Graphisoft társalapítóját, az igazgatóságának elnökét, tartsa meg ünnepi beszédét. Először is szeretném megköszönni dékán úrnak, Nádai László barátomnak, hogy ezt a megtisztelő felkérést továbbította hozzám, hogy úgynevezett sikeres vállalkozóként mondjak néhány lelkesítő szót nektek. Elnézést a tegeződésért, de kollégákkal tegeződni szoktunk mindig, nem tudok magázódni, bocs, kollégákkal. És hát a felkérés után elküldte nekem mintaként Steve Jobsnak, az Apple legendás alapítójának a Stanford Egyetemen 2005-ben elmondott hasonló alkalomból, hasonló szerepben elmondott beszédét. Hát ez a párhuzam annyira hizelgő volt számomra, hogy természetesen nem tudtam ellenállni a felkérésnek, és gondolkodás nélkül elfogadtam. Steve Jobs azzal kezdte, hogy ez volt az első alkalom, amikor ő egy diplomaosztáson részt vehetett, mert hogy ő nem kapott diplomát, ő 6 hónap után kilépett az egyetemről, és el is mesélte, hogy azért, mert úgy érezte, hogy ez nem ér annyit, amennyibe kerül, a nem túl gazdag szüleinek ez hatalmas megterhelést jelentett, úgyhogy inkább abba hagyta az egyetemi tanulmányt, és azt mondta, hogy azzal tudott foglalkozni, ezután nem kellett a kreditekre fókuszálnia, úgyhogy azzal tudott foglalkozni, amit szeretett. És talán ennek volt köszönhető, hogy megszületett az Apple, ami úgy gondolom, hogy a 21. századra talán legnagyobb hatással volt az informatikán belül. Hát én ezt nem mondhatom el magamról, én elvégeztem az egyetemet, fizikus lettem. Ezt csak azért mondom példaképp, hogy nincsenek fix receptek, szóval nem biztos, hogy elvégezni az egyetemet, az feltétlenül rossz, hogy csak azt tud olyan szerencsés lenni, mint Steve Jobs, aki abba hagyta. Egyébként a Graphisoft megalakulásától kezdve az Apple-t valahol mintának tekintette, és akkor voltam a legbüszkébb, amikor az Apple egy bő évtizedig nélkülözni volt kénytelen alapítóját, Steve Jobsot, és ezzel együtt a szellemét is, és hát akkor az Apple nem volt igazán Apple, akkor amerikai partnereink azt mondták, hogy a Graphisoft őrzi egyedül az Apple szellemét, ez nekem nagyon hizelgő volt. Tehát ezért esett jól dékán úrnak ez a hizelgő párhuzama. Steve Jobsnak a beszédét most nem tudom megismételni, nem is nagyon lenne értelme, mert meg tudjátok nézni a YouTube-on, egyébként érdemes. Most abban szeretném csak követni a példáját, hogy elmesélek egy kicsit néhány tanulságot, életemből néhány mozzanatot egészen általános iskolás gyerekkoromtól kezdve a Graphisoft megalapításáig. Megosztanék néhány élményt és néhány olyan tanulságot, aminek talán hasznát veszitek. Amiről beszélni fogok, az röviden úgy mondanám, hogy a boldogság. Hogy mitől lehet valaki magával elégedett és boldog ember. Kezdjük azzal, hogy miért lettem fizikus. Eredetileg általános iskolás koromban én is mérnök szerettem volna lenni, mint ti, de volt egy általános iskolás barátom, aki erről lebeszélt, elmondta, hogy a mérnökséghez sokkal több pontosság kell, mint amire én képes vagyok, úgyhogy ne legyek mérnök, legyek inkább tudós. Ahhoz is kell sok ész, az megvan, de ahhoz nem kell annyi pontosság. Ő egyébként kitűnő mérnök lett, én soha nem lettem volna, Hornung Péternek hívják, ma is a Graphisoftban együtt dolgozunk az igazgatóságban, tehát ő jó mérnök lett, én meg elmentem tudósnak. Beláttam, hogy igaza van, és ezért gimnáziumban már kitűnt, már tudósnak készültem tudatosan. De volt valami, amit egyikünk se tudott a tudós pályáról. Úgyhogy egy olyan dolog, ami szintén hiányzott belőlem, a pontosság mellett ez is, a türelem. Hogy egy valamiben nagyon-nagyon mélyen, nagyon sokáig elmélyedni, és attól lenni boldog, hogy a világban az az egy-két ember, aki ugyanazzal foglalkozik, az elismeri. Hát én nem ilyen voltam, úgyhogy valószínűleg csak közepes tudós lettem volna. Még egy darabig nem adtam föl, de aztán azt láttam, hogy abban az évfolyamban, ahova jártam az egyetemen, nálam azért volt, nem voltam egy nagyon rossz fizikus, de 5-en minimum voltak nálam jobbak. Na most valószínűség számítás már tanultunk, úgyhogy elkezdtem kiszámolni azt, hogy mi a valószínűsége annak, hogy egy évfolyamból több mint 5 Nobel-díjas legyen, és miután minket arra neveltek, hogy ha nem leszünk Nobel-díjasok, akkor nem érdemes fizikusnak lenni, úgyhogy ezek után feladtam a fizikus pályát, mert elég kis szám jött ki arra, hogy egy évfolyamnál több mint 5 legyen egy egyetemről. Úgyhogy hát elmentem programozónak együtt a többi elfuserált tudósnak képzett tudósjelölttel, akik hát többletben jöttek ki a magyar felsőoktatásból, annyi tudós, ugyanis ez a gazdaság nem tudott fölvenni, mint amennyit képeztek. Úgyhogy így lettem programozó. A Geofizika Intézetbe kerültem programozóként, és 2 meghatározó élmény élt ott, amit most el szeretnék mesélni. Az első az,
hogy mi okozott nekem, és mi okozott kollégáinak szakmai boldogságot. Ígértem, hogy a boldogságról fogok mindig beszélni, ez az első ilyen élmény volt. Ők attól voltak boldogok, hogy a többi kollega, a nagyon jó programozók, egyébként kitűnő programozók voltak, hogy a többi hozzáértő kollega látta és értékelni tudta, amit csináltak. Tehát, hogy milyen istenien van a memória és a processzor kapacitás kihasználva, és milyen gyönyörűen van struktúrálva az a program. Tehát a szakmai erényeire voltak büszkék a szoftvernek, amit írtak, én meg nem. Én arra voltam büszke, hogy használták. Hogy azok a szoftverhez, geofizikusoknak csináltuk a programokat, hogy a programozáshoz nem értő, a szoftverhez nem értő geofizikusok, azok elkezdték használni azt a szoftvert, amit írtam, és elkezdtek vele több bauxitot találni. Ez egy komoly különbség volt. Próbáltam később megfogalmazni, hogy ez tulajdonképpen milyen szellem, és lehet, hogy meg fogtok lepődni, én ezt úgy hívom, hogy jó értelemben vett kereskedői szellem. Mert a kereskedő az, aki attól boldog, ha a vevője boldog, mármint a jó kereskedő. És én attól voltam boldog, hogy aki dolgozott a programmal, az boldog volt. De ért egy másik kevésbé pozitív élmény is, mégpedig az, hogy a főnökön viszont nem volt boldog attól, hogy én jó voltam. Ez meglepett, mert korábban, mondjuk egész gyerekkoromtól kezdve, óvodában, iskolában, gimnáziumban és egyetemen is, az úgynevezett főnökeim, tehát szüleim és tanáraim, azok boldogok voltak, hogyha én jó voltam. Ha be tudtam bizonyítani, hogy nagyon jó vagyok, hogy jobb vagyok a többinél, mert hát az én sikerem valahol az ő sikerük volt. És megdöbbentett, hogy a munkahelyemen ez nincs így. És akkor egy idő után megértettem, hogy mi az oka annak, hogy a úgynevezett szocialista tervgazdasági rendszer annyival rosszabbul működik, mint a magántulajdonon alapuló kapitalista rendszer. Ezt nem volt nehéz látni, elég volt átlépni a határt Hegyeshalomnál, hogy ezt a különbséget lássuk. És talán kevesen tudják, én legkedvencebb példám a különbségre, az két automárka. A háború előtt Németországban volt egy olyan gyár, amit úgy hívtak, hogy DKV, hát ezt talán jobban tudjátok, mint én, mert ha jutom, mint autó. Ja nem, a informatikusok nem biztos. Tehát volt egy olyan gyár, hogy DKV, ami a háború után ketté szakadt Németországban, szintén két részre szakadt, és az egyik Kelet-Németországban gyártotta a Trabantot és a Warburgot, a másik ugyanabból a gyárból származó utód cég lett az Audi. Ennek a két márkának a különbsége azt hiszem jól tudja szimbolizálni azt, hogy miért tud a magántulajdonon alapuló rendszer jobban dolgozni. Nagyon egyszerű. Ugyanis az emberben van egy természetes önzés, mindannyiunkban van egy természetes önzés. A legféltettebb kincsünket nem akarjuk elveszteni. Na most, hogyha ez a legféltettebb kincsünk az állásunk és a beosztásunk, akkor természetes, hogy nem akarjuk elveszteni. Ha főnökök vagyunk, akkor pláne nem. És hogyha egy fiatal kollega netán nálunk jobb, hát akkor az veszélyt jelent a pozíciónkra. Nincs ebbe semmi érthetetlen, ez természetes dolog. És a magántulajdonban éppen ez a poén, hogy azt nem lehet elveszteni, hogy egy magántulajdonosban is létező önzés, az pozitív irányba tudja terelni a kiválasztást. Egy magántulajdonos egyszerűen érdekelt abban, hogy akár magánál tehetségesebb embereket fölvegyék, mert ő nem a pozícióját védi, hanem a tulajdonát. A tulajdonát pedig azt nem fogja elveszteni attól, hogy nála jobbakat vesz föl, sőt, annál biztosabb lábakon fog állni a tulajdona. Tehát a természetes emberi önzés, amit esetleg nem szerethetünk, de bennünk van, az egy magántulajdonon alapuló gazdasági rendszerben jobban tud vezetni a jobbak kiválasztásához. Hát ez a nagy felismerés vezetett ahhoz, hogy de jó lenne, ha nekem lenne a TEX, nem, valószínűleg már nem létezik. A Geofizikai Intézetben létező, egy velem együtt dolgozó kollégákkal együtt alapítottuk, és mint a legtöbb ilyen induló úgynevezett startup garázscég, hát ilyen Timur és csapata módon, hát ilyen egyenlők voltunk, és én, mint vezető, hát első voltam az egyenlők között, de az üzleti döntéseket azokat mindig közösen hoztuk meg szavazással. És elég hamar kialakult egy olyan arány, hogy én mindig alul maradtam a szavazásban. Négyen voltunk, 3-1 alárban alul maradtam. Sokáig nem értettem, hogy miért, aztán itt is meg kellett értenem, hogy mi volt ennek az oka. Nem is én értettem meg. Volt egy idősebb barátom, aki már látott magántulajdonú céget, még a háború előtt. Ő világította ezt meg nekem, hogy ezek a kitűnő kollégák, ezek nagyon-nagyon-nagyon jó alkalmazottak, de nem vállalkozók. És én megpróbáltam őket vállalkozó társként kezelni. És akkor értettem meg, hogy megint mitől boldog egy vállalkozó, egy vezető, és mitől boldog egy nagyon jó munkatárs. És mi a prioritás. És egy nagyon jó munkatárs attól boldog,
hogyha a munkáját elismeri a főnöke, és ezek a fiúk megkapták, és emellett nagyon szeretne biztonságot. A vállalkozó az nem szereti a biztonságot, a vállalkozó szereti a kockázatot. És én ilyen voltam, ők meg nem. Ezen vesztünk össze. És akkor ez a barátom rábeszélt, hogy csináljunk egy új céget, ez lett a Graphisoft, ahol én olyan embereket fogok továbbra is fölvenni, akik nálam jobbak, de ők alapvetően a biztonságot kedvelik, akkor ezt a biztonságot én nyújtani fogom nekik, ők kitűnő, nagyon értékes munkatársak lesznek, ehhez a biztonság nyújtásához adott némi pénzt is, és azokat kezeljen vállalkozóként, akik attól boldogok, hogy vállalják a kockázatot, és ezért a határ a csillagos ég. Hát ezekből a kollégáimból lettek üzlettársak, akik akkor, amikor a Graphisoftot bevezettük a tőzsdére 1998-ban, hát akkor, hogy is mondjam, dollárban kifejezve is milliómosok lettek. Ezek 10-12-en voltak. Szóval mi ebből a tanulság? Azt hiszem, előttetek nagyjából háromféle szakmai karrierirány lehet. Lehet köztetek olyan, akiből kutató netán itt marad az egyetemen, vagy másút kutatómérnök lesz, és akkor boldog, hogyha valami újat fedez föl, és ezt a tudós kollégák elismerik. Természetesen valószínűleg a legtöbben közületek gyakorló mérnökök lesztek. De ha azok lesztek, akkor ne csak attól legyetek boldogok, hogy a hozzáértő szakma elismeri, amit csináltok, hanem hogy a hozzá nem értő vevőt is boldoggá tudjátok tenni. Más szóval a jó mérnök legyen egy kicsit jó kereskedő is. Végül pedig lehettek vállalkozók is. Hiszen ne felejtsétek el, hogy a legsikeresebb vállalkozóknak nem volt üzleti képzettségük, nem végeztek üzleti iskolában, nem volt MBA-jük. Legtöbbüknek, ha egyáltalán volt valamilyen diplomája, akkor mérnöki diplomája volt. Csak fölismerték magukban valamikor ezt a vállalkozói szellemet, és hát belőlük lett vállalkozó, akik szeretik és vállalják a kockázatot. Ezek a karrierpályák közül egyik sem szebb a másiknál. A lényeg az, hogy olyan irányt vegyetek, ahol legnagyobb a szansz arra, hogy magatokkal elégedett, boldog emberek legyetek. Ha attól vagy boldog, hogy amit csinálsz, az tökéletes, és ez főnöket, kollégáid, de főleg felhasználóid elismerik, akkor legyél nagyon jó mérnök. Ha attól vagy boldog, hogy egy szűk szakterület művelői tisztelik, amit felfedeztél, akkor legyél kutató. És hogyha attól vagy mérnök, és ha nem félsz, vagy boldog, és nem félsz a versenytől, és nem a biztonság az első számú prioritás, és mered a kockázatot vállalni, és főleg annak tudsz örülni, hogy másból kihozod a legjobbat, és nem feltétlen annak, hogy te vagy a legjobb, hanem hogy a többiekből kihozod a legjobbat, szárnyalni és szárnyakat adni. Ha ilyennek érzed magad, akkor legyél vállalkozó. Hát sok szerencsét, és köszönöm a türelmet.